megtérésemet én 2018-ra teszem, így visszatekintve. Nagyon furcsa, mert általában a keresztény szülők gyerekei olyan csettintésszerűen egyik napról a másikra térnek meg, viszont nálam ez egy kicsit másképp volt. Előtte elég hosszú utat jártam be ahhoz képest, hogy keresztény szülők gyerekeként születtem. Természetesen minden vasárnap gyülekezetbe jártam, anyáikkal, szüleimmel, keresztény táborokba jártunk, tehát hogy nem volt számomra idegen Isten és az ő tanítása. Viszont mégis, amikor már a 8. osztályt befejeztem és felkerültem gimnáziumba, egy olyan életre, egy olyan útra tértem rá, ami nem igazán volt összeegyeztető, finoman szólva sem, Isten akaratával. És ez az út, ez úgy egészen az egyetemista éveim végéig tartott. Nem kell nagyon-nagyon durva dolgokra gondolni, mint egy átlagos 16-18-20 éves kamasz. Én is minden héten, hétvégén eljártam bulizni, dohányoztam, alkoholt fogyasztottam, mikor éppen ezek már nem jelentettek elég élvezetet, vagy éppen elég örömöt, akkor először könnyen, majd később keményebb kábítószerekhez nyúltam, és ez egészen így zajlott a gimi elejétől az egyetemista évek végéig. Nem számított az sem, hogy alatta végig sportoltam, kosárlabdáztam, atletizáltam, és egy csomó sportot még. Viszont teljesen sikerült ezt a kettőt úgy összemosnom, hogy Isten és az ő tanítása és minden, amit igazából egész életemben hallottam a szüleim által, az így háttérbe szorult, és nem foglalkoztam vele. És nehéz azt úgy megmondani, hogy mi volt az a fordulópont, ahol eldöntöttem, hogy akkor én most ezt szeretném magam mögött tudni. Általában a keresztény szülők gyerekei úgy várják azt a pillanatot, amikor érzik, hogy akkor az egész menny megnyílik, és akkor az angyalok szólnak, meg álmodik arra, hogy akkor neked most meg kell térni. És én is úgy voltam vele, hogy vártam ezt az érzést, hogy na, akkor én most szólt az Úr, most lejöttek az angyalok, most engem valaki megszólt, és akkor na, ez lesz az a pillanat. És ahogy ez így nem jött meg, így mindig úgy voltam vele, hogy na, tolom még egy kicsit, még nem kell, még nem szólt senki, és amíg nem szól senki, addig nyugodtan tudom azt az életformát, azt az életvitelt folytatni, amit eddig is csináltam. És az egyetemista évem végén jöttem rá arra, hogy hiába várom azt, hogy majd itt megnyílik nekem az ég, és maga Isten fog lenni, hogy na, akkor neked most meg kell térni, mert ez nem fog megtörténni, mert ez nem így működik. A megtérés az szerintem egy tudatos döntés, amikor te eltöntöd azt, hogy azt az életed, amit éltél, azokkal a hibákkal és minden olyan dolog, amit megtettél, rossz szokásokkal, berögződésekkel, azt eldöntötted, hogy hátrahagyod, és elkezdesz egy újat Istennel, egy sokkal jobbat. És én is így tettem, és mikor meghoztam ezt a döntést, akkor felkerestem a lelkipásztoromat, és mondtam neki, hogy figyelj, Tamás, én eldöntöttem, hogy magam mögött szeretném hagyni azt az életet, amit eddig éltem, és szeretnék egy újat Istennel kezdeni. És az első, miután beszéltem Tamással, az volt, hogy felhívtam a szüleimet, és elmeséltem nekik, és egy olyan örömöt, megkönnyebbülést éreztem a hangjukba, amit nagyon ritkán hall egy gyerek a szüleitől. És mióta megtértem, ennek lassan 3 éve, 4 éve, azóta egy teljesen más életet tudok élni, ennek a minden előnyével és minden hátrányával. Nagyon sokan elfelejtik azt, hogy az, hogy valaki megtér, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve semmilyen probléma nem érheti, nem érjük veszteségek vagy más csalódások, ez ugyanúgy megvan az ember életében, viszont sokkal egyszerűbben lép át, sokkal könnyebben dolgozza fel Isten ezeket a dolgokat az ember. És én is csak azt tudom elmondani, hogy ugyanúgy sok nehézség van az életemben, viszont nagyon sok áldást kapok mellé, ami bőven a pozitív oldalra billenti a mérleget. Akár csak arra gondolok, hogy azóta megtaláltam a feleségemet, akivel összeköthetjük az életünket. Az, hogy mint a magánéletben, mint a munkában sikeres tudok lenni, attól függetlenül, hogy ugyanúgy vannak nagyobb magasságok, amiket meg kell ugrani, vagy éppen olyan munkatársakkal kell együtt dolgoznom, akikkel nem egyszerű. De ez mind az életnek a része, és én tényleg csak azt tudom mondani, hogy Istennel, illetve egy olyan élettel, amiben ő diktál, úgymond ő a főnök, ő mondja, hogy mi a helyes irány, merre kell menni, és mik azok, amik abba a korlátba, abba a határba még beleférnek, egy sokkal pozitívabb, sokkal kiegyensúlyozottabb élet, mint amit alapvetően tudunk magunktól élni.